A Győri út volt MÁV szálló előtti szakaszán elkészült, közel 20 millió forintos beruházással a Dózsakert felé haladó közlekedési forgalmi sávok felújítása. Ez az útfelújítás nagyon indokolt volt, hiszen a Győri úton a közlekedés hatalmas, ráadásul buszok, teherautók közlekednek ezen az útszakaszon, és ennek köszönhetően ugyan az új burkolat maga egész jó állapotú volt, de nagyon meg volt süllyedve, főleg azok abban a két sávban, ahol buszok és teherautók közlekednek, olyan nyomvájus volt, ami adott esetben már balesetveszélyessé is tette a közlekedést. Ezért kellett egy jelentős munkát elvégeznünk. Azt jelentette, hogy az alapot teljes egészében ki kellett cserélnünk, meg kellett erősítenünk. Vasbeton alapot kapott ez a rész, ahol a buszok megállnak, illetve a teherautók megállnak, hiszen az a rész egy kiemelt terhelésnek van kitéve, ugyanis amikor a buszok és a teherautók elindulnak, az jelent igazából a terhelést az aszfalt számára. Sokkal nagyobbat jelent, mint a sima haladás egy út vonatkozásában. Ezért kell a kereszteződéseknél egy megerősítést megtenni, és erre a megerősítésre tettünk rá még egy plusz térkő burkolatot, mert ezt a térkő burkolatot könnyebb javítani, hogyha hibák történnek, nem kell a teljes útszakaszt újra aszfaltozni, elég az adott szakasz térkő burkolatának a kijavítása. Ezért döntöttünk emellett a megoldás mellett, és ezt most egy vagy két évig tesztelni fogjuk, és hogyha amennyiben beválik, más forgalmas útkereszteződéseknél is ezt a megoldást kívánjuk alkalmazni, hiszen ez egy tartós, jó megoldás, és azért csak a két külső sávban került alkalmazásra a térkő burkolat, hiszen ez a két sáv az, amelyik a tehergépjármű és a buszforgalmat bonyolítja. A belső sávban nagyon ritkán haladnak kamionok, illetve buszok. A közeljövőben forgalomtechnikai változások is várhatók a környéken. Várható az, hogy a Győri úton a Vértes Center és a MÁV szálló közötti részen az úttal párhuzamos parkolókat alakítunk ki, hiszen a harmadik sáv az kicsit feleslegesen működik itt, nem szükséges három sávnak a kialakítása. A kanyarodó sáv később kezdődik el, és itt parkoló kialakítása fog megtörténni. Ennek a parkoló kialakításnak az engedélyezése van folyamatban. Van még egy fontos közlekedési beruházás a városban, mégpedig a dózsakerti kettős körforgalom építése. A két körforgalom építése talán az utolsó ütemébe érkezett. Az én tudomásom szerint június végén fog elkészülni a körforgalom, tehát másfél-két hét, maximum három van hátra az építkezésből. Kisebb korrekciókat kellett végezni az út a körforgalom kialakítása kapcsán, hiszen jelezték, hogy kicsit szűk a körforgalom, ezért a belső részének az átalakítását elvégeztetjük. Sajnos a kivitelező és a tervező rosszul állapította meg azt, hogy hogyan kell ezt elvégeztetni.